Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás július 24-éig. Vedd kezedbe ezt a kulcsot. Légy magabiztos. Használd ezt a kulcsot, hiszen ezzel le tudsz zárni valamit, vagy ki tudsz nyitni valamit. Fél évvel ezelőtt és a téli hónapokban valami átláthatatlan volt. Voltak problémák, nehézségek, kihívások, korlátozások. Ez a torony azt is jelentheti, hogy fogva érezted magadat ebben az időszakban, és nem tudtad, hogyan tovább. Ez olyan, mint egy labirintus. Te kerestél egy kiutat, és most ez sikerülni fog, hiszen itt kinyílik egy új ajtó számodra, kisüt a nap az életedbe, itt kiderül a valóság, megvan ez a kisugárzásod, lesznek sikerek. És gondolj az érzelmeidre is, hiszen a hold az jelképezi az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket, az álmokat, és légy ebben biztos, hogy ez az álom megvalósul. Sőt, meditálhatsz e felett. A lelki társad, vagy a férfiak itt állnak középen, itt lesz egy fontos beszélgetés, és ez a levél jelent egy hírt, itt is kiderül a valóság, tehát nyíltan beszél veled, itt szerelemről van szó. Keresi veled a kapcsolatot, a csillagok jelzik a szerencsét, és a kutya azt jelentheti, hogy először olyan barátilag közeledik hozzád, de mégis látható itt a közelében a szív, tehát ez a férfi szeret vagy szerelmes beléd. Ez a zárkózottság, vagy ez a visszahúzódás elmúlik, hiszen az egerek el tudnak távolítani bizonyos kártyákat. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják a zárkózottságát, és azt a helyzetet, amikor mindig olyan visszahúzódó volt, amikor nem hallottál róla. Ami az anyagiakat illeti, itt szerencse lesz, ez lehet egy nyeremény is, hiszen a halak jelzik a pénzügyi dolgokat, és itt van a szerencse, sőt a csillagok is szerencsére utalnak. Amennyiben van egy bírósági ügy, hiszen a torony jelenthet hivatalos dolgokat, bírósági ügyet, egy vonalban van vele, és a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is. Akkor is, ha itt még vannak titkok, vagy az ő részéről, vagy előtte titkol el valaki valamit, mégis itt megjelenik a szerencse, a jó kapcsolatok, és az anyagi jólét, ez a nyeremény. A szerelmi élet területén itt meg lesz a könnyűség, egy jó hír, és a nap jelenti a sikereket, a vonzalmat, tehát megvan a vonzó erő kettőtök között. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!